Sziasztok srácok, ez itt a KN Dal Channel, én Krisz vagyok. Sziasztok, én Andris vagyok. Kitettünk Facebookra egy olyat, hogy kérdezzetek tőlünk, hogy a kérdezfeleleknek a második része. A leírásban majd ott lesz a Facebook oldalunknak a linkje, majd mindenki egy lájkot dobjon rá. És akkor kezdjük is. Kezd akkor az első kérdéssel. 39 kérdés lesz, akkor kezdjük is. Első kérdés, lesz egy chat roulette. Igen, terveztük, hogy lesz. Igen. Azt még nem tudjuk, hogy mikor, de valamikor biztos, hogy lesz. És ugye ezt Soma Garambölgyi kérdezte. A következő kérdés pedig Viktor Szalókitól jött. Lesztek majd valamikor illegális frakcióba? Hát... Nem hiszem. Nem biztos. Nem vagyunk annyira odaérte. Nem, annyira nem. Inkább legális. Így van. Harmadik kérdés, Blauka Bodrogi kérdezte, mi a véleményetek a volt adminról, Röfiről? Hát ugye amikor kellett, jött, segített mindig, nem kellett neki könyörögni, mint sok másik adminnak, elsőre jött, segített, jó fej volt velünk mindig, így köszönjük is neki. Igen, köszönjük, és hát ugye nekem is folyamatosan még akkor megvolt ugye a far magánbirtok, és ugye ott volt, oda jött mindig, úgyhogy vettem is tőle egy BMW 760-at, nem volt annyira drága, de megvettem. Na, következő kérdés, Richard Magyarósitól jött, lesz-e CMT a livestream? Lesz még? Még lesz majd, lesz hogy lesz ezen a héten is, de még nem tudjuk. Nem biztos. Majd kiderül, de lesz. Így van. Következő kérdés, Dravicki Donát, mennyi idő alatt jutottatok ekkora vagyonhoz CMT-en? Hát ugye 2014. május 17-én regisztráltam én a játékra. Ugye Krisz meg Rajmund ők nyáron valamikor, ugye én egy kicsivel előbb kezdtem, mint ők. Aztán ugye durván olyan egy év lehetett, amíg összegyűlt ez a vagyon. Így van. Aztán ugye csak gyarapodott folyamatosan. Ez igazából úgy volt, hogy én mondtam nekik, hogy kereskedjünk. És hát én kezdtem el az egész kereskedés, nekem ment, és akkor segítettem nekik. És ugye ők is már belejöttek, ugye forintba, meg minden. Ugye akkor még forint volt. Ugye V egy óta játszunk? Na, akkor még nem játszottunk, V2 óta V2 eleje óta játszunk, és így hozzájutottunk nagyobb vagyonhoz. Hát ugye volt CMT-en ez a durva, amikor pénzt ugye bugoltattak, és úgymondva felmentek az árak az egekbe. Egy Ferrari-nak az ára volt 1,8 milliárd, és felment ilyen 6-7-10 milliárdra, úgyhogy ezzel így megállt a kereskedés, nagyon nehéz volt. Úgyhogy most dollárba nehéz kereskedni, de akkor is megy. Ja. Következő kérdés, Kristóf Uzonyi tette fel. Szerintetek a CMT-en melyik a legjobb kocsi? Gyorsaságra az R8, azt tudom. Kinézetre nekem a Honda, ami a legjobb. Hát nekem kinézetre tetszik a Ferrari nagyon, az RS4, az SLS, a Honda is tetszik eléggé. Szerintem ugye a többi már nem annyira szerintem. Hát... Ez a négy kocsi, három, nem tudom, négy. Na. Akkor következő kérdés, Kovács Krisztián Gábortól. Mikor lesz a házavató buli az MTA-ban? Húha, most tervezek egy magánbirtokot venni, vásárolni, csak senki nem adja el, így nem tudjuk, de ha szerzek egyet, vagy valami nagyobb birtokot, az tudja, hogy lesz buli, és Facebookon ki lesz írva, úgyhogy Facebookot lájkoljátok. A következő kérdés az Martin Árvaitól jött, vagy Martin Árvaitól, elnézést. Melyik a kedvenc autótok, ami a ti tulajdonotokban van? Melyik a kedvenc autót? Most a Ferrari. Ferrari, ja. Hát nekem a, ugye a Honda, de ezt oda is írta Kovács Krisztián Gábor, hogy mindenki tudja, hogy Krisz kedvence a Honda, és ez így is van. Következő kérdés, Marci Tóth, lesz Team Fortress 2 gameplay? Lesz. Lehet, de nem biztos még egyelőre. Alexander Valentin török kérdez. Valentin, elnézést, nem tudok olvasni. Mikor lesz kérdez felek videó, akkor lesz facecam? Lesz. Igen, lesz. Lesz. Balázs Blum, melyik volt a kedvenc házatok, birtokotok? Hát ez egyértelmű, hogy a legelső. A legelső. Orosz HQ, azt hiszem. És azt is szeretném most visszavásárolni. Szabolcs Székelytől jött, mikor lesz még GTA 5 videó? Hát
hamarosan lesz. Lehet ezen a héten lesz már GT 5. Következő kérdés, Norbert Hexer, lesz livestream, vagy esetleg Clever Boot? Clever Boot lehet, mert én szoktam néha használni, hát ugye majd meglátjuk, hogy videóban mennyien néztek, de lesz. Andis is fel szoktam magát húzni rajta. Hát ez... Következő kérdés pedig Péter fi Attilától jött, hogy lesz egy garázs túra. Hát... Nem, már kínálnak a kocsik. Így van, kínálnak a kocsik. A kicsi a garázs. Ha. Vagy valamelyik háznak kicsi, valamelyiknek közepes, valamelyiknél meg óriás. Így van. Következő kérdés, Szabó Dániel. Azt mondta egy CMTS srác, hogy töltetek 100 ezer forintot szíre. Igaz az? Az hangi. Ez hülyeség. Ilyen nem tudom, hogy a barom, aki ilyet mondott, de nem beszélgetnék vele. Mark Bertha kérdezte, szín egy live-ot valamikor nyomadtok? Hát lesz live, ugye mondtuk az öt is. Hamarosan, lehet, hogy ezen a héten. Pépész, ja, Dominik Alács, pépésztél valaha a szíven? Hát ugye a járműszótra, arra kellett. Így van, ugye az legyen. Egyik videóban oda is írtátok, hogy van 900 pp-m. Hát igen, kellett a pp-m, mert ugye az ingatlan slot nem volt nekem 5 darab, és az kevés volt, és ezért kellett pp-zni egy 1000-est, többet nem. Szabó Adrián kérdezte, mikor lesz facecam? Most. Következő kérdés, János R. Nagy. Nem jöttök PD-be? Szín, TGF van. Hát majd, hogyha lesz TGF, akkor megyünk. Ugye, amikor ezt kiírtuk, akkor az már egy ideje el, tehát ugye január 18-án írtuk ki. De majd én jelentkeztem csak, nem a PD-be, NAV-hoz jelentkeztem, csak ugye azt elutasították. A PD-sed, meg ugye nem, amikor jelentkezni akartam, ugye lezárták a jelentkezést, aztán nem tudtam. Benedek az jelentkezett PD-be. Ja. De hát... Őt fel is vették, csak felvették, nem ment TS-re. Csak nem ment TS-re, mert nem ért rá sajnos, és így most ő fel van írva a fekete listára. Következő kérdés, Adrián Boksától jött, miért nincs több szízs videó? Hát ugye naponta egy videó van, és annak szinte nagyobb része szívem tényleg. Úgyhogy... Ja. Következő kérdés, Márk Sebestyén, lesznek autó bemutató videók? Hát majd igen lesznek, hogyha lesz új autó, mert most az ilyen Trabant, vagy Trabant nincsen már, Lada, meg ilyeneket nem érdemes bemutatni, mert az mindenki tudja, hogy mennyivel megy, ugye mindenkinek volt már, ugye azzal kezdte a legtöbb ember a játékot, mi is azzal kezdte. Mi is azzal kezdte, nekem egy narancsárga volt. Nekem piros. Aztán neked jött, emlékszem, a Volkswagen. Golf 5-ös. Nem, akkor 6-os volt még. Vagy 6-os, ja, igen. Mark Sebestyén kérdezte még, lesz majd facecam? Melyik birtok a legjobb szerintetek? Lesz majd live? A gép konfigotok milyen? Na, a gépünk az ugye le van írva a névjegyzékekben, nyugodtan nézzétek meg. Lesz facecam, igen. Melyik birtok volt szerintetek a legjobb? Hát... Az első, így van. Igaz, hogy a többi szép volt, meg minden. Csak most az utoljára a szigettel az volt a baj, hogy dobálta a kocsikat. És azért is adtam el amúgy, mert dobálta a kocsikat, de amúgy jó kis hely volt. A TK-sak lettek mindig. Igen, totál károsak lettek mindig. Na. Csombók Milán kérdezi, majd melyik admin szeretitek a legjobban CMT-en? CMT-en melyik kocsit szeretitek a legjobban? Ja. Hát. Melyik a kedvenc adminunk? Hát. Lehet választani, hát nekem sok van. Nekem is. Úgy, hát a régiek közül még, de most már nem admin, ugye leadta gondolom, nekem Crazy volt az egyik kedvencem. A Norbi. Nekem kedvenc adminjaim. Nekem Lévis, nagyon rendes admin, nagyon rendes. Aztán ki van még? Vannak sokan, csak így most nem tudok nevet sorolni, ugye nekem is Crazy is volt. Hú, Scott is volt, ugye, barátom is. Már így van. Meg még sorolhatnánk, de hát nagyon sok van, meg nem emlékszek már az összesnek a nevére pontosan. Ne haragudjon meg, hogyha néz esetleg. Így van. Kő Dávid kérdezte, szoktad nézni más videósokat magatokon kívül? Igen, szoktunk. Kő Dávid. Ez egy jó kérdés. Te jössz? Lesz valaha facecam, Kő Dávid ismét. Így van. Igen, lesz. Lesz facecam. Kok András kérdezte, első kérdés, miért kezdtetek el CMT-ázni? Második, miért kezdtetek el videózni?
Hát a CMTA-t azt, az csak így random jött. Így van, nagyon jónak tartottuk ugye egy RP szerver, ugye azt kell csinálni, mint a való életbe. A második kérdés, ugye miért kezdtetek el videózni, ez úgy történt ugye, hogy CMTA-n unatkoztunk, és már tervezgettük, hogy videózni szeretnénk, és ugye elkezdtük. De ez majd a bemutató videóban benne lesz. Így van, benne is van. Na, te jössz, akkor... Gergely, Simon, ha szépen kérem, reklámozod a csatornámat, itt a link. Amúgy te PP-sztő szívő vagy, te magad kerestek meg a pénzt azokra a kocsikra, házakra, garázsokra. Mi kerestük meg magunknak a pénzt. Sok munkával. Így van. Kezdtük csomagszállítóval, folytattuk útnyalóval, bányásszal. Útnyaló. Mit tisztítottok. Így van. Bendegúz vágó kérdezi, nem akartok facecamot? De akarunk. Következő kérdés, Norbi Szóka, Velerná. Adnának a Hondáért 20 milliót, eladnád? Nem, én nem adnám. Gondolom, ma meg sincsen házad lettem tőle. Sándor benne kérdezi, mit gondoltok az AMD prociról? Hát ugye nekem AMD processzorom van, nem játékra való. Egyáltalán szerintem. Intel jobb. De nem rossz amúgy. Következő kérdés már. Gerhát, mennyit ért kb. A magán szigetetek? Hát már nincsen meg. Mennyit ért? Hát a legelső tulaj 100 millióba te dollárba. Csad barátom. A makke. Így van. Én olyan, hát nem mondom, mennyibe adtam, de amúgy ilyen 60 milliót szerintem biztos ér. János Ujász kérdez, ha PP-t veszek és pénzt szeretnék belőle keresni, akkor mit vegyek belőle? Hát az ugye attól függ, hogy milyen mennyi PP-t akarsz belekölteni, és ugye, hát... Hát meg a régi árakhoz képest, a, ugye most egy kocsiba egy Venom mennyi, nem tudom, 900, régen 800 volt, most nem tudom, hogy mennyire éri meg van. Megvenni. Régen megért a Venomozást, mert olyan, amikor felmentek az árak, akkor 100 milliót is elkértek érte, ugye akkor még forint volt, de utána előtte lement ugye 30-ra, utána megint visszament 30-ra. Szóval most egy dollárban ilyen 100 ezer körül adják, 80. Így van. Na, nem olyan sok. Hát autóban én egy R8-at pp-znék, vagy pedig egy Bugattit. Vagy egy Hondát. Még egyet. Vagy egy Weissmann-t. Hát, mondjuk a Bugatt, ja, Weissmann. Vagy egy Halit. Ja, a helikoptert. Hát ezek ritkák. De Halit nem lehet pp-zni. Ja tényleg, de hülye vagyok. Na. Szabolcs Kósa kérdezte, hogy mennyibe kerül egy Peugeot 406-os mostanában. Nem tudom neked megmondani. Dollárban most nagyon van. Gergely Mihály kérdezi, lehet majd veletek GTA-t-ozni, farming szimulátorozni, vagy esetleg MTA-zni, vagy valami játékkal. Hát a farming szimulátor az már szóba volt. Így van. Csak ugye elmaradt, de az biztos lesz majd. Az 100%. Ugye mostában a videó sem volt farming szimulátorozni. Ja, elég régen volt. GTA-ötözni, hát GTA-ötöt nem tudjuk összehozni sajnos. MTA-n meg, ha megtaláltok minket egy kép erejéig, ugye oda tudtak jönni, néha tudunk egy kicsivel többet beszélgetni is. És így igazából ennyi. Péter Burkovics kérdezi, mikor sorsoljátok a kocsikat? Hát már kisorsoltuk őket. Domi Szilágyi, nehéz volt összekaparni azt a sok pénzt CMTA-n vagy PP-ztetek? Hát nehéz volt összekaparni, sokat dolgoztunk mi is ugye az elején. Aztán ugye jöttek ezek a BMW 750-es kereskedések, aztán jött az A8, M6, aztán így mentünk feljebb. Aztán nekem Nissan Skyline, Honda. Csak én nagyon megszívtam vele, mert amikor én nekem lett annyi pénzem, hogy tudtam volna venni egy ilyen jobb kocsit, például egy Honda vagy egy Skyline-t, akkor felugrott egy milliárdra az ára. Az nagyon nagy szívás 200 volt. Millió körül voltak akkor. Andrej Bartos kérdezi, milyen beállításokon játszottok, GTA 5, Cségút, és mennyi FTS-et van bennük. Ugye én GTA 5 azok csak én, hát Highgon, a textúra Highgon van, a többi pedig Very Highgon, a Cségú az pedig ugye Max grafikán. GTA 5-ben van ilyen 60-70 FPS-em, Cségúban az viszont nem tudom neked megmondani, mert azt nem néztem még. Következő kérdés, Dávid Hamar. Mikor kezdtétek a vidizést? 2015. március 21-én. Így van. Koncsos István, játszol majd Fine MTA-n? Hát, én nem hiszem. Hát majd kiderül. Így van.
És srácok, ennyit kérdeztetek tőlünk, a linkben ott lesz a Facebook oldalunknak a leírása, vagyis hát a linkje. Így van, fordítva mondtuk. Dobjatok rá egy lájkot, és kommentben pedig írjatok kérdéseket, mert lehet, hogy hamarosan majd megint készül egy kérdez-felelek videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok! Szevasztok!